Nyíregyházi középiskolásokkal és 8. osztályos delegáltakkal telt meg a Városháza dísztermé kedden. A 13 és 19 év közötti fiatalok mind a diákparlament tagjai. A céljuk, hogy kidolgozott, reális javaslatokkal támogassák folyamatosan a döntéshozókat, és fellendítsék, aktív mozgásban tartsák Nyíregyházán a diák életet. 90 diák jött össze, számában ugyan nem a legtöbb, viszont a legtöbb iskola az, aki ajánlotta a gyerekeknek azt, és köszönöm szépen az iskolák segítségét, hogy elküldték a gyerekeket. Azért fontos, mert ugye 4 szekciójuk van mindig. Különböző témákat járnak körben, és ugye mivel a gyerekek nézik a saját érdekeiket, és megfelelően őszinték is, éppen ezért délután, amikor elmondják, hogy Nyíregyházán mit szeretnének látni, mit szeretnének másképp látni, mivel lenne jobb az ő életük az iskolában, vagy az iskolán kívül. Ezek fontos dolgok, mert amit tehetünk, és ami az önkormányzatnak a feladata, azt mi megpróbáljuk beépíteni különböző rendezvényeinkbe, megpróbálunk a diákpolgármesteri irodával olyan közös programokat kialakítani, illetve segíteni az ő programjaikat, amelyek a gyerekek kérnek. Az alpolgármester kiemelte, fontos, hogy a diákok jól érezzék magukat a városban. Ha később máshol is élnek majd, Nyíregyháza pozitív, szép emlék legyen. Az új diákpolgármesternek szívügye a környezetvédelem, így a hagyományok ápolása mellett erre helyezi majd a hangsúlyt munkája során. Mindenképpen szeretném meghagyni azt, hogy munkacsoportok által működjön a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. Továbbá szeretnénk minden hagyományőrző programunkat is megtartani, többek között a támogatói estet, a grillpartinkat és a környezetvédelmi akciótervet is szeretnénk mindenképpen előtérbe helyezni. Mit jelent ez az akcióterv? Mindenképpen szeretnénk minden több személygyűjtést ismételten rendezni, továbbá szeretnénk kibővíteni még majd egy-két újdonsággal. Az eseményen a Nyíregyháza testvérvárosában, Izerlóban meghirdetett plakátversenydíjait is átadták. Ezt a megmérettetést általában a tanárok szokták a diákok figyelmébe ajánlani. Máté nem először vett részt a versenyen, ezúttal azonban meg is nyerte. Igazából egy kérdőjel vagy egy felkiáltó jellel van zárva a mondat, hogy minden embernek vannak jogai, vagy sem. És ezt nem tudtuk, és én így a nem szót szerettem volna ezzel kihangsúlyozni, mint ahogy a kezek is meg vannak kötve, hogy nincsen szabad akaratunk, nem tudunk saját akaratunkkal dönteni, és mindenben korlátoznak minket. Nem csak az első helyért járó elismerést és pénzjutalmat hozta el Nyíregyháza. Ladányi Laura a negyedik, Masa Vince pedig az ötödik helyért foglalta el a nemzetközi versenyen.